Két civil, egyikük egy gyermek vesztette életét, és 4 megsebesült egy merényletben Afganisztánban. 2 út mellé telepített bomba robbant egy talibokat szállító jármű mellett a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban, Beshud városban. A talib fegyveresek közül senki sem sérült meg. A merényletért még egyetlen szervezet sem vállalta a felelősséget, de az iszlám állam gyakran hajt végre támadásokat a talibok ellen, ami a terrorszervezet terjeszkedésére utal Afganisztánban.